Örülök, hogy ezt megkérdeztétek, hogy most volt a házasság hete, de egyáltalán mit gondoltok a házasságról? A házasságban lévő embereknek szeretniük kell egymást, és fontos az, hogy barátai is legyenek egymásnak, hiszen ők együtt fogják leélni az életüket. Nagyon fontos, hogy egy ilyen programhét is van, mivel hogy manapság a házasságot egyre kevésbé tartják tiszteletben, és egyre több a válás is. Mind a mellett, hogy tök szép dolog, hogy elmondhatjuk, hogy valaki mondjuk a férjünk, és nem úgy mutatjuk be, hogy az élettársunk, azért jogi következményekkel is jár. Például az életünket rábízzuk, és hogyha bármi történik vele vagy velem, akkor a másikat fogják értesíteni egyből. A házasságot manapság nagyon lazán veszik az emberek, sőt szerintem túl lazán, és elveszett az a szép értéke, hogy ez tulajdonképpen egy kapcsolatnak az igazi megkoronázása. És nagyon sokan szerintem elkapkodják ezt a dolgot, amit nem kellene, és nagyon sokan fiatalon házasodnak, amivel egyébként nincsen probléma, mert van olyan, volt már rá példa, és van is rá példa, hogy valaki már nagyon fiatalon megtalálja élete szerelmét, élete párját, akivel tényleg aztán le tudja élni az életét, viszont nagyon sok olyan van, amikor ebből válás lesz. A Biblia tanítása szerint Isten megteremtette férfinak és nőnek az embert, és azt mondta, hogy legyenek ketten egy testé. És ezzel létrehozta a házasságnak és a családnak az alapját, a misztériumát. A házasság az egyik legbiztosabb alap, amit létrehozhat egy férfi és egy nő. Te mit gondoltok arról, hogy a házasság az inkább egy biztonságot jelent az ember számára, vagy csak egy lehetőséget? Logikus végül is, hogyha ketten vannak, akkor nagyobb biztonságban vannak, mondjuk ha egyiknek rossz napja van, vagy nem tudom, akkor a másik ki tudja segíteni, de ez mondjuk minden más területben is így van. Bármikor támaszkodhatnak egymásra, és ez egy nagyon nagy biztonságot jelent mind a kettőjük számára. Mit gondoltok arról, hogy a házasságban vajon mennyire fontos az áldás? Istennek a szeretete a házasságban nagyon sokszor megmutatkozik, így hogy hogyan küldi rájuk a Szent Lelkét, mert amikor nehézségekbe kerülnek a házaspárok, akkor nagyon sokszor, amikor imádkoznak, akkor kijutnak ebből a problémából. Hogyha Isten is megáldja azt a kapcsolatot, akkor szerintem az második biztonságot ad, hogy az egy jó házasság lesz. Szentesíti ezt a szövetséget, ami kialakul a két ember között, szerintem. Nagyon fontos, hogy egy ilyen alapkapcsolat, ami két ember között létrejön, az áldással és Isten áldásával induljon, mert ebből lesz az a szövetség, amit Isten megtervezett. A kérdés az, hogy és mi van, hogyha nem úgy működnek a dolgok? Mi van, hogyha egy válságba kerül ez a házasság? Akkor mi a megoldás erre szerintetek? Sokan nem biztos azt, hogy a házasságnak a megjavítását veszik észre elsőnek, hanem inkább azt, hogy válással végződik. De van ez a mondás is, hogy ami nem működik, azt nem szabad eldobni. Szerintem meg kell javítani azt a házasságot, és először mindenki magába kell tekintenie, hogy abban a kapcsolatban mit kell tennie, hogy jobb legyen. Hisz jobban, rosszban mondják, ugye, amikor kimondják az esküt, úgyhogy mindig lesznek szerintem rossz pillanatok is, jó pillanatok is, és ki kell tartaniuk egymás mellett. Ez maga az elköteleződés. Amikor meghozom a döntést, hogy elkötelezem magam valami mellett, vagy valaki mellett. És a házasságban, akár jóban, akár rosszban, de mellette vagyok, kitartok mellette, próbálom őt megérteni, próbálok változtatni a rossz dolgaimon, a rossz tulajdonságaimon, de amikor ez nem megy, akkor mégiscsak szükség van valakire, és annyira jó megtalálni Istenben ezt a valakit. És nagyon igaz, amit Marci mondtál, hogy a 21. században ott tartunk, hogyha valami elromlik, akkor dobd ki és vegyél újat. A házasság ugye így nem működhet. Milyen jó, hogyha ilyenkor két ember össze tud ülni, egyáltalán tud együtt beszélgetni. Milyen jó, ha tudnak együtt imádkozni. Isten mindenre tud lehetőséget adni, és a változásra is, a bűnbánatra is. És milyen jó, hogyha vannak olyan szakemberek is, például az egyházban, akik segítenek ezen az úton elindulni. Mert amúgy ritka az a
a világban, ami tökéletesen működik elejétől a végéig. Tehát a ti kapcsolataitokban és akár baráti kapcsolatotokban mindig vannak nehézségek, vannak buktatók, de sosem úgy kell gondolkodni, hogy jó, akkor lecserélem őket, és akkor keresek mást. Hát főleg egy ilyen alapkapcsolatban, mint a házasság, ami egy életre szóló.